Na, neki indul. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, az E-pálinka hallgatóságot és nézőközönséget. Eljött a délután, meg kéne már inni az első szilvapálinkánkat, és a szilvapálinka lesz a mai téma, a szilva cefrézés és a szilvapálinka, és Márton András a mai vendégünk. Már nagyon nem kell bemutatni, a Rézangyalnak a blendmestere, és ő is azért a pálinka főzésben már sok szakmai tapasztalatot szerzett, és nem tudunk elég gyorsak lenni, András, mert már itt vagyunk megint a szilva szezon közepén, és hogy nekem az első érzésem az, hogy minden egy kicsit előbb van. Tehát, hogy ez a szilva is már, tehát, hogy nem kéne neki még lenni, de már van, és hogy nem tudok elég gyors lenni ezekkel a gyümölcsökkel, de én most kettő dolog van, amit beszéljünk meg a mai nap folyamán, és segítsünk ezzel a E-pálinka hallgatóságnak. Most ebben az évben kicsit arra gondoltam, hogy segítsük a kezdőket, akik most vesznek először pálinkafőzőt, és az első cefréjüket meg akarják csinálni, és éppen a szilva van, a szilva szezon közepén vagyunk, hogy beszéljünk a szilvákról, meg egy picit nézzük meg azt, hogy milyen szilvákkal találkozhatunk, most miket lehet, mik elérhetők, és melyiknek milyen sajátságai vannak, melyiket érdemes cefrézni, kifőzni szilvapálinkának. Úgyhogy András, arra kérlek, hogy az a kezdés. Megvettem a pálinka főző berendezésemet, és most én akarok szilvapálinkát csinálni, először életembe, tehát, hogy hova induljak, hol szedjem le a szilvát, honnan vegyem a szilvát, milyen szilvát vegyek, mit csináljak. Szervusz János, üdvözlöm én is a nézőket, hallgatókat. Kezdjük, egy kicsit visszalépnék arra, hogy mondtad, hogy minden előrébb van. Igen, pont most néztem meg a telefonomon, hogy tavaly, mikor szereztük be a Lepotika szilvát, augusztus 8-ai dátummal, ami hát nem most van, ahhoz képest a pincében már erjed 5 napja. Tehát, hogy minden előrébb van. Igen, ez az év, ez egy ilyen gyümölcs szempontjából egy nagyon érdekes év, mert minden két kötője 3 héttel korábban érik. Szóval, aki lepotikát akar főzni, az most már, vagy csacskarondát, az most már valószínűleg lecsúszott, nem tudom, mikor kerül ki ez a videó. Nagyon korán érik minden. Lepotikáról valószínűleg a nézők már lemaradtak, de azért még rengeteg izgalmas fajta van így a repertoárban, ami ezután fog érni. Jellemzően szeptember közepén, elején érnek a szilvafajták. Hát most az valószínűleg vissza fog csúszni ilyen augusztus közepre végére, és onnantól egész szeptember végéig várható a úgymond a népszerűbb fajták. Mit kezdjen a újdonsült pálinka főző. Bocsánat, köszönöm ezt a felvezetést, és még egyet be akarok ide szúrni, hogy a saját tapasztalatomból, hogy főleg a kezdőknek szól, mert utána mindenki hamar megtapasztalja, hogy nagyon ilyen, nagyon limited időnk van, hogy beszerezzük azt a gyümölcsöt, mert azt gondoljuk, hogy a piacon már nem tudom, július végétől decemberig lehet szilvát kapni, de amúgy, hogyha én el akarok kezdeni pálinkát főzni, akkor kis túlzással napok állnak rendelkezésemre, hogy ezt beszerezzem. Oké. Okay. Nem egy egyszerű folyamat, de aki szilvát akar főzni, ne ijedjen meg, még nem maradt le semmiről, maximum a lepotikáról, és tehát a csacsánszka fajtákról maradt le esetleg, vagy a nagyon korai fajtákról, még azért lesz bőven szilva. Hogy kezdjük a pálinka készítő szilvából? Hát az egy roppant egyszerű dolog. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy oda kell figyelni, és milyen gyümölcsből készítünk pálinkát, amit mi is szívesen elfogyasztanánk. Itt kezdődik az alap. Jó pálinkát csak minőségi alapanyagból lehet készíteni. Nagyon fontos, hogy ez a alapvetés, hogyha ez megvan, akkor utána az van, hogy mindig jön a klasszikus kérdés, hogy magozzuk, nem magozzuk. A csonthéjasok közül minden magozunk. A szilvát is, a barackot is, a medgyet, a cseresztjét, mindent magozni kell. Tehát, hogy ha magon erjesztünk sokáig, és úgy főzzük le a szilva cefrénket, egy ilyen kellemetlen fanyar, egy ilyen markánsabb, ilyen
tapadós, ilyen nagyon kellemetlen szájérzetet ad, hogyha magon erjesztünk. Nem erjesztünk semmit magon, mindent magozunk. Ebből egyetlen, pontosabban két gyümölcs van kivétel, hogy visszarakjuk a magot, de azt is csak főzés közben, a cseresznye és a megynél, akkor is úgy, hogyha kiszárítjuk a magot, tehát hogy a erőteljes ilyen kémiai vegyi anyagokat, amik benne vannak a magba, cián, stb. Ezeket ki kell szárítani, szárítása eltűnik belőle, és főzés közben teszünk vissza minimálisan. De mondom, ez csak a cseresznyére és a megyre igaz. Szilvát, a barackot, minden csonthéjasat magozunk. Tehát így kezdődik az alapfelvetés. Hogyha ezzel megvagyunk, nagyon fontos arra odafigyelni, hogy ugye lehetőleg minél hűvösebb helységben erjesszük a cefrénket. Hát ez a minél hűvösebb helység, én most nem arra gondolok, hogy a fa alatt egy nyitott hordóba dobáljuk bele, és akkor ott majd lesz vele valami, hanem hogy vigyük le a pincébe, akinek lehetősége van, klimatizált helység, stb. Stb. Tehát egy ilyen maximum, ilyen, vagy ilyen 20 fok környékét azért igyekezzünk tartani. Hogyha nagyon jók a háztáji adottságok, akkor ilyen 16 fok környéke általában az optimális cefre erjesztési hőmérséklet. Tehát, hogy aki ezt meg tudja csinálni, tehát tényleg az a legfontosabb, hogy minél hűvösebb helyiségbe erjesszük. Aztán jön a következő lépés, hogy hogy erjesztünk. Igen, a szívát savazni kell, de nem nagyon muszáj. A szíváknak a pH értéke, ugye ez a savassági mutató, az általában ilyen 3 és 4 pH között szokott lenni. Ugye az optimális erjedés az ilyen 3 pH környékén van. Most nem akarok belemenni nagyon így az erjesztés technológiába, mert annyira nem is vagyok benne tanult, de a legideálisabb az, hogy a 3-as pH-t beállítunk a szilva cefrénnek, meg úgy általában minden cefrére igaz ez, ez a 3 környéke. Mivel a szilvának viszonylag a savas a pH-ja, úgy általában ilyen 4-es pH körül szokott lenni, szóval, hogyha valaki esetleg nem annyira precíz és nem figyel oda, akkor se történik igazából nagy baj vele. Tehát mondom, mivel viszonylag alacsony a szilva pH-ja, ilyen 4 körüli szokott lenni, ezért az ilyen tűrés határon belül van, de nyilván aki nagyon odafigyel és nagyon precíz, akkor az levéheti 3-as pH-ra. Itt a klasszikus foszforsav tejsav kombinációt szoktuk ajánlani úgy általánosságban, hogy van egy ilyen elfogadott ilyen 80%-os foszforsav, 20% tejsav, ez egy ilyen régi bevált savazási technológia. Ugye ezeket általában élelmiszeripari minőségű foszforsav tejsavat veszünk, és azt visszahúzzuk, mert ugye ezek ilyen 75-80 térfogat százalékos savak, ezeket vissza kell higítani kezelt vízzel, vagy sima vízzel, ilyen 20% környékére, és ezzel állítjuk be pH-mérő folyamatos használatával, folyamatos cefrekeveréssel szép apránként húzzuk vissza a 3-as pH-ra a cefrénket. Ha ez megtörténik, akkor nyilván pont a tegnapi nap olvastam egy nagyon érdekes értekezést az egyik Facebookos pálinkás csoportban, hogy vegyi anyagokat tegyünk-e hozzá. Hát az élesztő, meg a tápsó, meg a foszforsavazás az nem vegyi anyag. Tehát, hogy ez olyan, hogy élesztőt igen teszünk, faélesztőt teszünk a cefrébe, ami fajta szelektált élesztő, kifejezetten gyümölcs cefre készítésre, ez a borászatban ez egy nagyon bevált módszer. Tehát onnan jött igazából ez az egész történet, szakmailag alá van támasztva. Ez olyan, hogy a kenyerünket is, abba is van élesztő, nem? Tehát, hogy veszünk kenyérélesztőt, és azzal sütünk otthon kenyeret, már aki süt. Tehát minden kenyérben van élesztő. Mi ugyanúgy élesztőt teszünk, csak fajta specializálódottan a gyümölcs cefrénkbe. Rengeteg gazdaboltban lehet kapni ilyen kis kiszerelésben, márka nevet nem akarok mondani. Tehát mindenki számára teljesen elérhető. És hogy mi fontos, hogy odafigyeljünk erre, hogy fajélesztőt tegyünk hozzá, élesztőt, és különböző foszforsavakkal, ez ilyen nagyon csúnyán hangzik bizonyára sok mindenkinek, főleg a régi vágás
emberek nevében, mert nagyapáink azok ugye nem csináltak ilyen hülyeségeket, nem tettek bele cefrébe ilyen vegyi anyagokat. Nem, ezek nem vegyi anyagok, foszforsav van rengeteg élelmiszerben, élesztő van ugye példának, amit az előbb mondtam, a kenyérbe is. Itt az egésznek a lényege, hogy arra törekedjünk, hogy irányított terjesztést csináljunk. Az irányított terjesztésnek az a legfontosabb jellemzője, hogy ki tudjuk maximalizálni a gyümölcsben lévő aroma anyagoknak a képződését. Tehát, hogyha a önmagában erjed a cefre, akkor úgymond ez a levegőben és a gyümölcsön lévő vadélesztő fogja megtenni azt a munkát, ami vagy jó lesz, vagy nem. Tehát ez olyan, hogy földobsz egy érmét, de valamelyik felére leesik. És ugye a minőségi pálinkának az a ismérve, hogy próbáljuk irányítani teljes végig, átózéig a folyamatot, és erre van nekünk nagyon nagy segítségünkre a fajta specializálódott élesztők, tápsók és a pH beállítás. Tehát, hogy ez nem egy ördögdől jövő dolog, az a lényeg, hogy irányítsuk az erjesztést, és mi legyünk az, aki megmondja, hogy mikor, hogy, és az a élesztő, az jobb kihozatalt fog eredményezni nekünk, ha nem is sokkal, de azért jobb kihozatalt, ugye mindenkinek fontos a mennyiség, és közben az aromaanyagokat jobban felszabadítja. Tehát, hogy az aromaanyagokban is egy sokkal teltebb, gyümölcsösebb karakter tud adni nekünk. András, belementünk a közepébe, de én még két fontos momentumot meg akarok tőled kérdezni. Lehet, hogy szándékosan nem mondtad. A magozás után ugye ledaráljuk, vagy leszeleteljük, vagy, tehát nem félszilvák vannak a cefrébe? Hát optimális esetben nem. Tehát, hogy le kell darálni, vagy valahol. Van magozója, jobb esetben, vagy el tudja vinni egy pálinka főzdébe. Nagyon sok pálinka főzde vállal csak magozást, nyilván felár ellenébe. De az a lényeg, hogy a gyümölcsöt minél jobban feltárjuk, tehát hogy minél inkább pépes állapotba hozzuk, azáltal, hogy optimális legyen az erjedés. Tehát, hogy jó, igen, lehet otthon, tehát hogy most egy ilyen nagyon egyszerű, kezdő pálinka készítő, nyilván áthívja a szomszédokat, anyóst, a feleséget, és akkor egyesével a szilvákat szétbontja, kiszedi a magot. De ugye ott maradnak a félbevett szilvák, hát azt valahogy fel kell tárni, szét kell zúzni, keverőszár, valami mozsár, nem tudom, tehát, hogy igen. Az a lényeg, hogy a cefrén, mikor elindul az erjedés folyamán, azelőtt minél inkább úgymond egy ilyen szüretlen gyümölcslevet kapjunk, amennyire lehet. Tehát, hogy egy ilyen nagyon sűrű gyümölcslevet, egy ilyen nagyon már-már ilyen lekváros, tehát, hogy minél inkább fel kell tárni a gyümölcsöt, és szét kell zúzni, igen. De akinek van magozója otthon, az nyilván az annak van a legegyszerűbb dolga, mert magozza, és utána a magozás után, igen, az már olyan lesz. Utána már egy ilyen szép gyümölcspépe lesz. Még amit most mondtál, hogy a vadélesztők ugye az ellenségek, hogy meg is kell mosni ezt a gyümölcsöt, tehát hogy nem úgy a jelenség meg ott. Igen, tehát, hogy ez ajánlott, hogy meg kell mosni. Dolog. Igen, igen, mert például a földön szedett gyümölcs, ami még szép, de fogyasztható, ugye azáltal az akrolein baktériumok belekerülnek, akkor lesz egy ilyen kellemetlen mellékíze. Tehát, hogy a mosás, igen, azt kihagytam, pedig az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. De igen, minden gyümölcsöt megmosunk azelőtt, mielőtt elkezdünk vele bármit is csinálni. Igen, ez egy ilyen kivéve, alapot. Amit nem tudunk megmosni, mert egy málnát azért nehéz, nem? Hát igen, de mondjuk a málna nem találkozik a földdel ideális esetben, hanem az kézzel van szedve. Jó, még egy dolog, amit szerintem itt kis hazánkba, aki elkezd a pálinkával foglalkozni, az élesztő után a következő szót, ami a pálinka főzéssel és cefrézéssel kapcsolatos és megtanulja, az a pektinbontó. Igen, 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 igen. Tehát, hogy a szilvával kapcsolatban pektinbontót ajánlasz, vagy nem ajánlasz? Én minden gyümölcshöz ajánlok alaphelyzetben pektinbontót. Ugye a gyümölcs fajtája válogatja, hogy mennyit. Ugye a pektinbontó ez arra szól, hogy ugye akkor menjünk az egyszerűbb hozzáállás felé. Ugye
a pektin az ugye zselésít. Tehát, hogy hozzáadjuk a lekvárhoz a pektint. Na most mi ezt pont fordítva akarjuk, ezt le akarjuk bontani. Tehát az a lényeg a pektinbontónak, hogy a sejt szerkezetet azt így szétszedi. De az is egy teljesen természetes. Egyszer már beszéltél a kokofen tulajdonosával, most tényleg nem akarok ebbe belemenni, meg nem is tudnék hiteles lenni ebbe a témába. A pektinbontó azért kell, hogy minél inkább, hogyha megvan már a gyümölcspépünk, ugye amiről az előbb beszéltünk, az még pluszba segít nekünk, úgymond csúnyán fogalmazva, és tényleg ez egy rossz fogalom, de nem tudom szebben mondani, hogy ugye elfolyósítsa a fekt. Cefrénket, hogy minél inkább homogénné tegye, és ez egy ilyen sejtfal bontásos, de tényleg nem akarok nagyon belemenni. Az a lényeg, hogy egy ilyen a cefre akkor erjed jó, ha minél inkább folyékony állapotú. A pektinbontó ebbe segít nekünk. Igen. Ugye nyilván nagyon oda kell figyelni az adagolásra, a szilvánál is lehet, a szőlőnél is, minden olyan gyümölcs, tehát minden gyümölcsnél ajánlott, vannak bizonyos gyümölcsök, ahol két-háromszoros is szükséges, például egy, mit mondja hirtelen? Hírsalma. Például egy bírsnél, ugye, ahol nagyon kötött, nagyon szilárd a gyümölcs szerkezete, ott nekünk nagyon nagy segítségünkre van a pektinbontó. Most igen, térjünk vissza irányított terjesztés, tehát, hogy amit te is mondasz, tehát, hogy mi tudjuk kontrollálni, hogy mi történik, és nem a jó Istenre bízzuk. És akkor ebbe segítségünkre van a hőmérséklet, a sav, az élesztő, a pektinbontó, meg a tápsó, vagy nem tudom, ezek. Igen. Hát ez a, igen. És akkor a pektinbontónak is az a jelentőség, hogy végülis az élesztőnek segítünk, hogy még egyszerűbben hozzáférjen a cukrokhoz. A cukorhoz, igen. És akkor ugye következő kérdés, első cefrémet csinálom, ott állok a cefre előtt, hogy na vajon ez most kifort, vagy nem fort ki? Honnan tudom, hogy kifort? Megáll a kotyogás. És még egy kicsit, most egy tudálékos leszek, de a cefre egyetlen egy esetbe for. Amikor az üstbe van. Aha, mikor közzük a bálinkát. A cefre ideális esetben erjed. Erjed, oké. Okay. A népi szó, ez az a kifort, igen, én is folyamatosan látom. A cefre csak akkor for, mikor a pálinka a főzőbe kerül, és akkor addig erjed, és szép szóval fermentálódik, de ez már tényleg nagyon latinos, de nem akarok tudálékos lenni ebbe. Mikor tudjuk meg azt, hogy kierjedt a cefrénk? Hát akkor tudjuk meg, mikor ugye egy idő után a cefre elkezd rétegesedni egy hordóban. Általában a nagyon folyékony állapot alul van, és a sűrű rész az fölkerül fölülre. Amúgy még hozzátenném azt, hogyha erjesztünk, akkor menet közben ne nyitogassuk. Ne kevergessük naponta. Nagyon fontos, hogy ott ugye egy lezárt, egy ilyen anaerób csúnya szóval fogalmazva, tehát egy légmentes közegbe kell legyen a cefre, mert a cefre úgy dolgozik, jó, már mint az élesztő, hogy légmentes. Minél több levegőt adunk a cefrének, annál jobban felgyorsítjuk a folyamatot, annál több illékony komponens szabadítunk ki a levegőbe, nem kevergetjük a cefrét naponta, két naponta. Egyszer az elején hozzáadtunk mindent, javasolt még így az erjedés közepén egyszer, maximum kétszer, még egy pici tápsót hozzáadni, hogy a kicsit a lustuló, langyuló élesztőket, tehát hogy az élesztő sejteket még egy kicsit így egy kis munkára bírni, hogy minél jobb legyen a kifozatalunk. Tehát még a erjedés közepén még érdemes egyszer élesztő tápsót adni a cefrének, akkor jó alaposan megkeverni, hozzáadni és visszazárni. Mikor fogjuk tudni azt, hogy teljesen leerjed? Ugye nagyon fontos odafigyelni arra, hogyha lezárt edényben van, akkor valószínűleg nagyon pici a penészesedés lehetősége. Mert ugye, mint mondtam, ugye a sűrű rész fönt lesz, de hiába van lezárva sokszor az edény, hogyha nem kap elég keverést vagy mozgatást, akkor miután leerjedt a cefre, hajlamos a teteje egy picit bepenészedni. Ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, hogyha egy otthoni dologra gondolunk, mondjuk egy 120-as, 220-as hordóra,
hogy nem nyitjuk ki a hordót, hanem csak így néha-néha naponta, vagy két naponta így megrázogatjuk. Azért, hogy a penészesedés ne tudjon kialakulni. Akkor fog a cefrén kész lenni, mikor már nem kotyog a kotyogó. Uh-huh. Tehát nagyon egyszerű, mert mikor esetleg, ne adj Isten, hogyha kinyitjuk és beleszagolunk, és a széndioxid nem szúrja az órunkat, akkor abban az esetben kész van a cefrénk. Uh-huh. És lehetőség szerint azonnal vinni pálinka főzdébe, otthon, bárhogy nem várunk vele, nem tároljuk a cefrét, amint kierjed, abba a pillanatba le kell főzni. Uh-huh. Egy ideális esetet mondok, hogy mondjuk ilyen 20 Celsius fokon erjedt a cefre, akkor annak, egy szilvának elég egy hét, kötőjel 10 nap. Uh-huh. És amint ez az idő, tehát hogyha mindent jót csináltunk, akkor ennyi idő alatt bőven le kell tudni erjedni a cefrének, uh-huh. és a lehetőség szerint azonnal vigyük a főzdébe, vagy otthon, vagy bármilyen formában főzzük le, minél uh-huh. hamarabb. Még egy kérdés, szerintem kardinális, és az ország ebben nem ért egyet. Hogy egyszer felvezetem, az egy szatmári emberrel beszélgettünk, ő még a régi idők pálinka főzését tanulta, és akkor megbeszéltük, hogy kimagozzuk, meg ledaráljuk, és akkor utána a végén, amikor megbeszéltük a folyamatot, akkor nagy levegőt vett és feltette a kérdést. És a cukor? Erre mit mondjak? Nincs hát, cukor. Nem teszünk hogy... hozzá. Fényt. Semmihez, semmilyen gyümölcs. Ha tehet, mindenkinek nyilván a saját lelkiismeretére van bízva. De hogy most kérdés, hogy mi a cél? Az, hogy mennyiség legyen, vagy minőség? Egy rendes pálinka főző, egy bérfőzető, egy bárki, hogy aki lelkiismeretesen, hozzáállással, lehetőség szerint maximális profizmussal, vagy nem is tudom, hogy mondani, az akar készíteni egy kiváló minőség, ő nem tesz cukrot a pálinkába. Igen, most egyébként csináltunk. Mert neki lesz egy sok mennyiségű, tehát hogy többszörös mennyiségű szilvapálinkája, de viszont a végeredmény nem az, hogy minél jobban élvezzük, szép legyen, kellemes legyen, egy csábító, egy szép, egy hívogató dolog legyen. Tehát, hogy nekem legalábbis erről szól a pálinka, hogy valami gyümölcsből, most teljesen mindegy, hogy miből, készítsünk valamit olyat, amit egy az egybe visszaadja azt az érzést, amikor megkóstoljuk frissen a gyümölcsöt. És ez ebben a művészet, szóval, hogyha művészkedni akarunk, és szépet akarunk, és is jót akarunk, akkor eszünkbe se jut a cukor, és a egyéb dolog. Csináltunk ilyen kísérletet, hogy ugyanazt a megycefrét 3 kiló cukorral, meg 0 cukorral. És hogy nem ugyanaz a kettő, az egyik egy ilyen aromás, karakteres megy, a másik meg egy ilyen semleges, ilyen alkohol kb. Tehát, hogy nagyon észre lehet venni a különbséget, ilyen üres, nem is akarod meginni kb., nem is akarod be. Tehát, hogy tényleg, én értem, mert hogy sokan tényleg a minőség, vagy a mennyiségre mennek, de hogy teljesen ez egy ilyen, mi az, saját magad lábon lövése, mert megkínálni se tudsz vele senkit, mert senkinek nem fog ízleni, meg amúgy is. Tehát, hogy igen, mindenkit arra biztatunk, hogy no cukor. Igen. Hát nyilván mindenkinek a lelkiismeretére van ez bízva, hogy mi a cél, meg mit akar elérni, de semmihez nem adunk cukrot alapjelzőt. A következő, amit sokszor már sok gyümölcsnél megbeszéltünk, ez, amit te is mondasz, hogy lehetőség szerint, ahogy kifort, azonnal főzzük le. A kérdés itt, a előpárlat, utópárlat, mire kell figyelni a szilvánál? Igazából, mint mondtam, a szilva ez egy nagyon egyszerű alapanyag. Elválasztásnál ugyanúgy működik, mint az összes többi gyümölcs. Nyilván van egy előpárlata, egy középpárlata, egy utópárlata. A kihozatalban így azért a szilva azért tud erős lenni. Tehát, hogy nem véletlenül népszerű, meg elfogadott és általánosan ismert dolog a szilvapálinka, mert egy viszonylag egészséges kihozatala van. Tehát, hogy összes többi gyümölcshöz képest, ő úgy viszonylag fölül van. Tehát a szilvának jó kihozatala van.
Elválasztásnál meg hát nyilván a főzőmesternek a szaktudása kell ahhoz, hogy mennyi előpállatot veszel, mikor veszi el, és hogy mikor az utópállatot. Ez rutin kell, tapasztalat és jó hozzáértés. Lehet így mondani általánosságban semmi. De ja. Egy jó kihozatalú történetről beszélünk a szívákról általánosságban, kivéve ami nem. Még itt azt szoktuk javasolni a bizonytalanoknak, hogy poharazza ki, és akkor úgy meg fogja találni, hogy hol a jó. Tehát, nem... tehát, hogy mikor főzi le, az előpállat az egy viszonylag borzasztó egyszerű elválasztható dolog, és én is mostanában a versenyeken azt tapasztalom az elmúlt pár évben, hogy míg 5-10 évvel ezelőtt versenyre küldtek rettenetes előpállatos, tehát olyan, hogy... Tehát föl se kellett venni az asztalról, már érezted azt a acetonos, brutál, technokolos jelleget. Most már én azt látom, hogy az utóbbi x évben, 5 évben, aki versenyre küldi a pálinkáit, azok már nagyon jól megtanulták az előpállatot elválasztani. Itt igazából a legnagyobb kérdés az utópállattal van, ott azért még vannak hibák. Tehát, hogy amikor főzzük le a pálinkát, és nagyjából körülbelül tudjuk, hogy hány liternél járunk, és hogy hol tart a főzési folyamat, akkor viszont sűrűn kell szagolgatni, mert az utópárat az egy ilyen nagyon rafinált dolog, hogyha egy nagyon pici is kerül a pálinkákba, a pálatunkba, akkor az már nagyon el tudja vinni. Tehát, hogy hasonló éles elválasztást igényel, tehát amint egy picit is érezzük ezt a tompa, nehézkest, ezt a kínai cipős, vizes, dohos, ilyen nehézkés, ilyen főtt, fáradt jelleget a főzésünk folyamán. Ha picit is érezzük, kész, meg kell állítani. Uh-huh. Tehát, hogy na, ez egy szuper tanács. Tehát, hogy amikor egy kicsit is ilyen nehézkessé válik, ilyen tompává a főzés, és arra kérek mindenkit, hogy ne nézze azt, hogy mennyi van a középpárlatban. Ne nézze azt, hogy hát ez olyan kicsit olyan gyanúskás, egy kicsit olyan, már nem az igazi, már itt vannak ezek a főttes jellege, és akkor ránéz a edényére, és azt mondja, hogy hát azért még kéne egy kicsi, még engedem. Na igen, itt lehet elrontani a legegyszerűbb. Amint egy picit is érezzük ezt a tompásabb, nehézkesebb jellegeket, akkor ott nem kell gondolkozni, el kell választani, mert hogyha mondjuk van egy 5 liter középpállatunk, most mondtam valamit, egy ilyen 100 literes berendezésnek a kihozataláról beszélek, 4-5 liter, mondjuk a szívák esetében, és ha picit is úgy van vele a főző, hogy még mehet bele egy pici, pár deci utópállatos rész az egészet el tudja vinni. Uh-huh. És onnantól fogva az már nem lesz egy szép történet. Tehát inkább legyen egy fél literre kevesebb szummába, de az a fél liter az olyan legyen, hogy arra büszke lehet a készítője. Szuper összefoglalás, András. A következő kérdés, a folyamatban megyünk tovább. Lefőtt, kész van a pálinka. Azonnal fogyasztható, vagy jót tesz neki, hogyha áll egy fél évig? Minden pálinkának jól áll egy kis idő. Tehát, hogy magas fokon hagyjuk egy jó ideig, mit tudom én, egy-két hónapig. A legideálisabb, azt mondják, én nem tudom, hogy ez így van-e, hogy fokozatosan higítják vissza sokan. Tehát, hogy nem egy az egybe, higítják vissza a kívánt fogyasztási alkoholfokra, hanem fokozatosan, mit tudom, én mondok egy példát, van egy 84% térfogat százalékos, alkohol térfogat százalékos pálatunk, középpálatunk, azt először visszahúzzák 70-re. Megkeverik, várnak egy kicsit pár hetet. Azt utána visszahúzzák 60-ra, megint várnak egy pár hetet. Utána visszahúzzák a 60-ról, már rá lehet ugrani erre a 40-50 közötti alkoholfokra. Így is lehet, úgy is lehet, hogy egyből pihentetés után mindennek jól áll egy kis idő. Tehát, hogy rakjuk be sötét, hűvös helyre, hagyjuk ott, nem kell azonnal faggatni, ráérünk még faggatni, várjunk türelemmel, várjunk egy jó pár hónapot, és akkor utána kezdjük el ezeket a folyamatokat. Nem tudom, hogy melyik a jobb módszer. Sokan esküsznek arra, hogy fokozatosan kell visszaigítani.
van, aki meg egy az egybe visszaigítja, és ugyanolyan szép lesz. Ez már ízlés és türelem és hozzáállás kérdése. De nyilván a kérdésedre visszatérve azért kell hagyni egy jó pár hónapot, hogy egy kicsit úgy pihenjen a pálinkánk. Jó, tehát, hogy igazából olyan nagyon nagy magic nincs a többi gyümölcshöz képest a szilvába. Nagyon szép szilvákat lehet készíteni, meg ugye Magyarországon a két legelterjedtebb pálinka, a barasz meg a szilva, tehát, hogy ezt is tudjuk. És akkor a következő, amire kérlek, hogy kicsit járjuk körbe ezt a témát is, hogy mik azok a szilvák, amivel általában találkozunk Magyarországon, mik a leggyakoribbak, illetve egy másik oldalról megvilágítva, mik azok, amiből szuper különleges dolgokat lehet csinálni. Itt az elején említetted ezt a lepoticát, vagy lepotikát, és sose tudom, hogy mi a jó kimondása. Hát mi, de hogy azt mi tudom, hogy az... Azt mondjuk, hogy lepotika, igen. De hogy ott azt tudom, hogy az egy különlegesebb szilvapálinkát tudunk belőle nyerni, de hogy amúgy most, mi az, ami szuper elérhető Magyarországon, és a legtöbb van belőle? Mikor legelőször fölhívtál, akkor ugye mondtad, hogy miről kéne beszélgetnünk, és én ragaszkodtam hozzá, hogy a szilváról beszélgessünk. Ennek egyetlen egy oka van. Én úgy vagyok a jó szilvapálinkával, ami gombolt szartul a csokoládéval, tehát, hogy ezt is. Mindegyik szép. Szóval az én szememben a szilvapálinka a pálinka. Nyilván ez ízlés kérdése, de nekem a szilvapálinka sok színűsége az, ami a kedvencemmé teszi. Nyilván az ízlésem meg a minden más köze játszik ebbe, de nekem a pálinka a szilva pálinka. És már pedig azért, hogy nagyon-nagyon a fajtákon belül nagyon-nagyon sok dimenziója van. Az egyik fajta ilyen, a másik amolyan. Erre mindjárt ki is térek egy pár mondatba, így fajtára lebontva, hogy mitől izgalmas ez a szilva pálinka. Ugye kezdjük a királynővel, ugye úgy szokták becézni a lepotika szilvát. Ez egy nagyon különleges, nagyon üde, nagyon friss, nagyon intenzív, egy erőteljes virágosság, tehát hogy olyan szintű parfümösség van benne, hogy a lepotikát, egy jó sikerült lepotika szilvapálinkát az is szereti, aki nem szereti a szilvapálinkát általában. Na annyira parfümös, annyira friss, annyira testes, egy erőteljes, egy intenzív, egy kirobbanó jó pálinkát lehet csinálni belőle. Hát ugye a mostani beszélgetésünk idején már valószínűleg már lemaradtak, aki most akar ilyet készíteni, de egy fantasztikus fajta ez. Ugye azt beszéltük róla, hogy ez egy szerfajta, egy szernemesítés, onnan jött át hozzánk. Rengeteg helyen lehet kapni, rengeteg gyümölcsészetben megtalálható. A leginkább, amire oda kell figyelni a lepotika szilvánál, hogy nem teljes érettségbe kell feldolgozni. Ugye a muskotályos szőlőkre szokták még ezt mondani, hogy ugye nem teljes cukorfokra kell szüretelni, na ez igaz a lepotikára is, sokkal frissebb, üdébb, lendületesebb pálinkát ad, hogyha így a érettség előtt, mit tudom, tehát a teljes érettség előtt, mikor már kellemesen puha, kellemesen fogyasztható, azelőtt egy 2-3 nappal szüretelik a lepotika szilvát. Nyilván a kihozatalunk meg a gyümölcscukor foka nem lesz olyan magas, tehát hogy a kihozatalunk az durván 1/3 kisebb lesz, mint hogyha teljes érettségbe dolgoztuk volna föl, de viszont ez azért segít nekünk nagyon sokat, mert ez a lendületességet, ezt a frissességet így tudjuk igazán átvinni a pálatunkba. Amikor már ilyen teljes érettségben a lepotika, akkor elveszítjük ezt a tipikus fajta karaktereit. Akkor főzünk egy szép szilvapálinkát, de a lepotikára jellemző harsányosságot, frissességet, a virágosságot, azt már nem fogjuk tudni átvinni. Tehát a lepotikánál ez az egyik legfontosabb dolog, hogy egy jó pár nappal ilyen, mondok egy számot, 80%-os érettségbe. Tehát ugye még egy picit idézőjelbe vett zöldnek kell lennie, és akkor kell szüretelni, akkor kell felhívni a gyümölcstermesztőt. És ha már nagyfajoknál tartunk, akkor muszáj megemlíteni a beszterceit, mint régi magyar szilvafajta és a penyegei szilvát. Hát ugye a beszterceinek egy sokkal mélyebb, lekvárosabb, tehát ez az erőteljesebb
tónusai vannak, ilyen nagyon szilvalekváros, édeskés jegyei vannak, hatalmas rajongótábora van neki is. A besztercei az a legnagyobb probléma, hogy már fogy a termőterület Magyarországon. Tehát ma Magyarországon ugye különböző betegségek is megtámadták a beszterceit, ez egy nagyon régi magyar szilvafajta, és nagyon kevés az a forrás, ahonnan minőségi besztercei szilvát lehet szerezni. És körülbelül hasonló cipőben jár a penyigei is, ugye jellemzően Szatmár megye környékén, ott a Tisza holtágában, meg ott a árterületén van, nagyon szeretik a nedvességet, tehát ugye a nedves talajt ezek a fajták, de nagyon sokan már nem nagyon foglalkoznak velem. Tehát a penyigei nem tudom szilva, az viszont egy teljesen más vonal, mint a besztercei. Ott ilyen sokkal vadasabb, ilyen kökényesebb, ilyen markánsabb jellege van. Az egy sokkal férfiasabb, egy ilyen nagyon robusztus szilvafajta. Neki is nagyon nagy rajongótábora van így a ismerőseink körébe, és bármennyi pénzt megfizetnének egy minőségi penyigei szilváért. Ezek voltak ugye nagyjából ezek a régi nagy magyar fajták. Ugye a szilvát szüretelni ugye szeptember végéig lehet, hát most ebben a furcsa évben, hogy ugye minden 2-3 héttel korábban érik, azért már augusztus közepétől már lehet számítani a nagyfajtákra. Elena, az is egy ilyen szép általános szilvapálinkát ad. Azt mindenféleképpen javaslom, akkor közben itt puskázok. A Rodna ugye az már lement, debreceni muskatány, na az egy teljesen másik fajta, ezt én muszáj volt idehoznom, mert ugye a szilvákon belül is vannak különböző karakterek. Így amit az előbb mondtam, Elena, mondjuk a Stanley is ott van, mint izgalmas fajta, az egy nagyon muskatályos, citrusos illatokat, ízeket tud hozni. Tehát ugye ez a Stanley, Elena, besztercei, penyigei vonalon túl van egy olyan szilva csoport, és ezt most nagyon fontos megjegyeztem, hogy ez az én tapasztalatom, ez az én érzékvilágom, hogy van egy olyan vonal, ami ilyen nagyon fűszeres, nagyon üdevilág. És ide nagyon sok fajtát bele lehet húzni, például a debreceni muskotályos szilvát, nem véletlenül muskotályos a neve, rendesen muskotályos illata van. Tehát, hogy egy ilyen szőlő-muskotályos, ilyen boros felhangokkal rendelkező fajta, de nem egy ilyen mély szilvapálinka teste van neki, hanem inkább ez a könnyedebb, ez a üde vonalat képviseli. Én ezt a vonalat is nagyon szeretem, és ugyanide hoznám egy pár topfajtát, ugye topfajták utóbbi időben Magyarországon egyre jobban elterjedtek, és én külön kiemelném a top endet meg a top hitet. Egy nagyon fűszeres, nagyon üde, nagyon friss szilvapálinka készíthető belőlük. Ezekre érdemes szerintem, hogyha valaki próbálkozik és van lehetősége, egyre jobban elterjednek a versenyeken is most már az utóbbi pár évben, és én is dolgoztam mind a top enddel meg a top hittel. Egy ilyen fantasztikus, fűszeres, virágos dolgot. Annyira nem, mint a lepotika, de izgalmas mindegyik a maga módján, tehát érdemes vele foglalkozni. Itt még, ha már topfajtákról van szó, a top taste kulináriát hoznám be. Az egy brutálisan magas brixel rendelkező szilvafajta. Tehát hallottam már olyat, hogy 20 véget. A szilváknak általában a brix értékük ilyen 10 vége, 20 eleje. Na, a top taste fajta, ez a kulinária néven fut Magyarországon, ez felszaladt a 30-ra is. Brutálisan magas a gyümölcscukra, de viszont nem lehet tökéletesen leerjeszteni. És igen, kihozatalba torony magasan veri az összes szilvát, egyszer én is főztem, majd elaludtam a főző mellett. Azt hittem, hogy sose lesz vége. Úgyhogy nem erjesztettem ki 100%-osan, mert igazából fizikailag kierjeszteni nagyon-nagyon nehéz, tehát hogy mindent kiszedni belőle. De az is egy szép szilva pálinka készíthető belőle. És még idehoznám így a vadszilva mirabolán vonalat, ha már a korábban említetted. Hát én ezt csak a hardcore kemény kalapos pálinka készítőknek ajánlanám. Ugye a vadszilva, vagyis mirabolánt, azt jellemzően a magja miatt szedik a különböző gazdaságok, tehát nekik ugye
kimagozzák és eladják ugye a gyümölcspépet mindenféle üzemnek, magánfőzőnek, stb. Egy vékony, jellegtelen pálinka lesz belőle, brutálisan gyenge kihozatallal. Tehát, hogy én kétszer futottam neki, pontosabban háromszor. Először, másodszor és soha többet. Tehát, hogy az nem érdemes említésre, és még legutoljára hoznám be a hirtelen akartam mondani, a Ringló Szilvát. Na, az a viszont már érdemes. De most megszakadtál egy kicsit, hogy nem tudom, mi van. Remélem, visszajössz. Itt vagy, János? Igen, igen, most már visszajöttünk. Nálam mindent jól mutat az eszköz. Jó, tehát ugye a Ringlónál tartottunk, de a Ringló is már, hogy már szerintem annak is már elmúlt a szezonja, vagy ez még most jön? Hát talán még be, hát azért az még most jön, igen, abban még bele lehet szaladni, és főleg így a nemesített fajtákban, például a Altan Ringló, avval érdemes dolgozni. Teljesen más karaktere lesz, mint általában a Szilva pálinkáknak. Egy ilyen nagyon trópusi, gyümölcsös. Tavaly főztünk egy nagyon szépet, és inkább barackos jegyei voltak, mint szilva jegyei. Aha. A Ringlót azt még igazából én azt látom, hogy még a bírálók se, a profi szakavatott bírálók se feltétlenül tudják hova rakni. Mert tényleg egy annyira ilyen, kapsz egy Ringló szilvát, kicsit felszínesebb vagy, szilva jegyeket keresel benne, de nem. Ilyen trópusi gyümölcsös, mondom, a mi pálinkákban ilyen parackosabb felhangjai voltak. Szóval nem egy klasszikus szilva a pálinka, de kísérletezni érdemes vele. Uh-huh. Jó, oké. Figyelj, András, én köszönöm szépen a szakértésedet, és remélem, hogy segítünk ezzel a kezdőknek is, meg a haladóknak is. Én még utoljára, hogy ilyen sok szilvafajtát most felsoroltunk, hogy akkor megmondtad, hogy ízlések, és akkor az ízléseket nem tudunk vitatkozni, de én most már tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked van kedvenc szilva pálinkád? Igen, az összes. De most éppen a kedvencem egy székely barátom főzött horgas magú szilvát. És kaptam tőle egy palacka, és nem bírok betenni vele. Ez a horgas magú szilva, ez jellemzően a székely udvarhely környékén terem, és akkor itt van egy plusz pozitív érzésem és elfogultságom, mert én ott születtem, székely udvarhelyem, és ott azon a környéken terem, horgas magú szilvaként fut, ott a helyiek nevébe, de egy olyan gyönyörű, olyan illatos, olyan elegáns pálinkája van, hogy jelen pillanatban ez a kedvenc pálinkám, kedvenc szilva pálinkám, de mint mondtam, az összes kedvenc, de ez a horgas magú székelyföldi szilva pálinka. Most jelen pillanatban a kedvenc pálinkám. Jó, oké, András, köszönöm szépen a szakértésedet, remélem, hogy mindenkinek segítünk, minél hamarabb ki fogom tenni, hogy még elkapjuk a szezont. Úgyhogy Márton András volt a blendmester, a pálinka főző, a szilva szakértő, a mai vendégünk. Köszönöm szépen, András! Én is köszönöm, János, minden jót!